Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és nyújt be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Utálom az injekciókat. Különben is miért tökében jó ez a hülye Covid vakcina? Peter, az Covid. Tudhatnád, már több mint egy éve tart. Jó, hát én eddig csak leírva láttam. Ó, hát itt van a leendő anyuka. Nyugi, vicceltem. Most rendes szakember leszek. Nos, mielőtt beadnám az oltást, van bármilyen kérdése? Igen, hogy működik a vakcina? Képzelje, hogy a vakcina egy melák feka kidobó. A Covid meg a részek beképzelt kölyök, aki azt ülti. Tudod te, hogy ki az én apám? Ögyek, hogy ez is rám marad. Az oltásokat több száz éve alkalmazzák. Sikerült velük teljesen felszámolni a fekete himlőt, és a gyermekbénulást is visszaszorították. Ezek valaha pusztító betegségnek számítottak, de mára, hála az oltásoknak, nem kell aggódnunk miattuk. Mi gondolsz, Brian? Bemutassuk, hogyan működik? Randim lesz a csajjal, aki a bowling teremben dolgozik. Mi a tököm? Hol vagyunk? A dagadék testében lebegünk, öregem. Jó, írok a csajnak, hogy várjon. Nincs térerő. Persze, nem csoda egy ilyen durván elmeszesedett érben. Tehát az oltások védenek a betegségektől, immunválaszt váltanak ki a valódi fertőzés veszélye nélkül. Ezzel felkészítik a szervezetet, hogy ellenállóvá váljon. Bizonyos Covid vakcinák olyan fehérjéket juttatnak a szervezetbe, melyek hasonlítanak a vírus tüskefehérjéjére, de nem fertőzők. A vakcina ezzel a módszerrel stimulálja az immunrendszert, hogy antitesteket hozzon létre úgy, hogy közben valójában nem okoz betegséget az oltás. Az mRNA-s vakcinák a vírus genetikai információit használják, és hamis tüskefehérjéket hoznak létre. Hello, úgy nézek ki, mint a vírus, de nem is vagyok vírus. Mikor a valódi vírus megtámadja a szervezetet, a vakcina hatására létrejött immunfehérjék már készen létben állnak. Azonnal felismerik a vírust, és szembe is szállnak vele. Megtalálják, elfutják és elpusztítják a támadó vírust. Ezzel nagyban csökkentik a megbetegedés esélyét. A vakcina hatására memóriasejtek is képződnek, melyek hosszabb távú védelmet nyújtanak. Memóriasejt? Örülök, hogy szóba hoztad, már mondani akartam. Ne csináld ezt. Minél hamarabb veszük fel az oltást mindannyian, annál hamarabb üzhetjük újra kedvenc elfoglaltságainkat. Például én azt a bowlingos csajt. Igen, vagy járhatunk megint koncertekre. A mai napig már több ezer millió Covid vakcinát adtak be az egész világon problémamentesen. Brian, szerintem Peter máján állsz. Menj meg! Jó ég! Gyere inkább, úszunk arrébb. És mit mondasz, ha Peter rákérdez a vakcina mellékhatásaira? A Covid vakcinák mellékhatásai általában enyhék és pár napig tartanak. Tudod, minek vannak súlyos, hosszantartó mellékhatásai? A Covidnak. Azt is kérdezte, hogy ha úgyis mindenki megkapja az oltást, akkor neki miért kell? Fontos megértenie, hogy az oltás nem csupán őt védi, hanem mindenkit a környezetében. De még fontosabb, hogy ha a vírus szabadon terjedhet egy védtelen csoportban, olyan változottá mutálódhat, mely ellen a jelenlegi vakcinák hatástalanok. És akkor minden kezdődik előről. Gal Gadot újra elénekli az Imagine-t. Ezt nem engedhetjük, Brian! Most ugrott be, hogy ez olyan, mint a rock suli. Csak szóval rock nélkül. Igen, mint egy suli. Nagyszerű végszó, Brian. Tudja mit, Doki? Átgondoltam. Valami azt súgja, hogy még jól jöhet ez az oltás. Szerintem nem fogja megbánni Peter. De kérem, szóljon előre, mert totál ki vagyok a tűktől. És valaki a Facebookon azt kész írta, is van. Hogy... Ennyi volt? Hát ez Peter! Az Isten itt, ez egy Bart Simpsonos raktapasz! A döntés az öné! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Klaudiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 56. adása, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Az imént platform függően látott vagy hallott kisfilmben a Family Guy szereplői buzdítottak mindenkit az oltás felvételére, és mi itt a Parallaxis univerzumban is szeretnénk minden kedves hallgatót, nézőt és olvasót arra ösztönözni, hogy mielőbb oltassátok be magatokat, hiszen nem győzzük hangsúlyozni a védőoltások fontosságát. Tesszük ezt mi, és teszik ezt a magyar podcasterek közül sokan. A Boomer Gamer Podcast by GameKapos.hu kezdeményezése mögött ugyanis a következő podcastek sorakoztak.
dolgoztak fel, a Connector, a Millennial Falcon, a Heti Meteor, a New Sound, az Őrültek, a Párásító, a Kaszt.hu, a 20 perccel a jövőbe, a Három kérdés, a Random Generátor, a Popkult csajok, stb., a Filmbarátok és a Vakfolt Podcast. Ne a politikusoknak higgyetek, ne is nekünk, hanem a tudománynak, és vegyétek fel az oltásaitokat, regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon keresztül tudtok. Most pedig vegyünk egy 180 fokos fordulatot, és a tudományos megalapozottságról forduljunk át a teljes tudománytalanságba, hiszen mai témánk a legnépszerűbb áltudomány, az asztrológia, hiszen mindenkinek van legalább egy ismerőse a Facebookon, aki időről időre megoszt bolygó kísérteties és nyugtalanító, avagy ellenkezőleg mindenféle pozitív energiás sugárzó együttállásáról. Az asztrológia tehát hangsúlyozottan nem tudomány, mi most mégis tudományos szempontból vizsgáljuk állandó beszélgetőtársaimmal, Ivanis Rigá Klaudiával, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagjával. Szia, Klaudia! Sziasztok! És Vince Miklóssal, az MTA. Sziasztok! Ti mennyire hisztek az ilyen asztrológiai dolgokban, vagy például olyanokban, amikor van egy ilyen, hogy mit tudom én, mikor születtetek, vagy a mi a csillagjegyetek, és akkor ilyen viszonylagosan általánosan, de viszonylagosan nagy pontossággal leírja, hogy ti milyen emberek vagytok. Letagadom, esküszöm, de én még ilyen kamaszkoromban nyilván, amikor az ember minden irányba érdeklődik, akkor hát kifejezetten maga az asztrológia, inkább a horoszkóp most azon belül, de hát engem érdekelt, szóval nekem volt egy ilyen időszakom, amikor aztán olvasgattam meg aszcendert számolgattam meg hasonlók, de tényleg ez kamaszkorban volt. Viszont a másik kérdésre válaszolva, hogy én hogy veszem ezt az egészet, nyilván, mint a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, és a csillagászat és a természettudományok elkötelezett híve, természetesen az, hogy a bolygók és a csillagok állása hat az ember életére, az úgy hülyeség, ahogy van, magyarán megmondva, nincsen tudományos alapja. Mégis, Ádám, ahogy mondtad, Hogyha megnézzük a hasonló hónapban születetteket, majdnem, hogy elég nehéz letagadni, hogy tényleg vannak hasonló tulajdonságaik, nyilván nem minden esetben, de vannak hasonló tulajdonságaik. Na most én, mivel viszont én nagyon szeretem a pszichológiát, és tanultam is pszichológiát, én ezt inkább ilyen pszichológiai alapon szoktam megközelíteni, hogy mondjuk akik hasonló időszakban születtek, hogy azoknak miért vannak hasonló tulajdonságaik. Ez nagyon érdekes. Én nálam ez most ezen gondolkoztam, kérdezted, hogy volt-e velem valaha olyan, hogy valaki úgy betrafált, hogy hú, ez egy tipikus skorpió, mert amúgy én az vagyok, ugye elvileg, és akkor nem olyan nem volt még. Jó, most nyilván a kötelező körökön túl persze, igen, marhaság, nem a csillagok miatt van az, hogy valaki így meg úgy viselkedik, de igazából, ha belegondolunk, hogy ez az egész ez honnan alakult ki, miből jön, akkor igazából nem is biztos, hogy arról szól, hogy a csillagoktól függ, hanem, szóval annyi minden van a világon, ahogy, és szerintem erre utal, amit te is mondasz, Klaudia, hogy annyi minden van, aminek egy éves periódusa van. Ugye, például az évszakok változása, vagy a folyók áradása. Na most ugye Egyiptomban például annak idején az ókorban ugye ez egy természetes dolog volt, hogy nagyon fontos volt, hogy megtudják előre, hogy mikor árad a Nílus. Egyébként annyira fontos volt, hogy az év elejét igazából ehhez igazították, amikor jött a tavaszi áradás. Na most ugye az, hogy ez mikor van, az persze abból tudták megjósolni ezek az emberek annak idején, hogy megnézték, hogy a Siriusnak, vagy mit tudom, én azt hiszem a Siriusnak, de majd javíts ki, hogyha tévedek, mikor van a Heliákus kelése. Mert mikor van az első alkalom, amikor még napkelte előtt meg tudják látni, aztán eltűnik, ugye meg kivilágosodik az ég, de még napkelte előtt még pont följön egy pillanatra a Sirius, és akkor rájöttek az évezredek során, ugye, hogy hát oké, amikor ez történik, akkor utána nem sokkal jön a Nírus áradása. Most ugye tudjuk jól, hogy ugye nem arról van szó, hogy a Sirius csinálja az áradást, de nagyon sokáig nagyon jó előrejelző rendszernek működött ez, mert időben tényleg egybeesik ez a két dolog, ami mind a kettő évente van.
Végül is ez stimmelhet, tehát mondjuk mit tudom én, hogyha a nyáron született gyerekek ilyenebbek és ilyenebbek, például, ahogy mondod, ez tök jó. Tehát ez simán lehet, hogy ez összefügg, mert azért nagyon-nagyon-nagyon sok mindennek van egy éves periódusa a Földön. Tehát, és persze az ókori embernek ez, csillagok, egy jó lehetőséget, óra meg naptár híján, ugye jó lehetőséget kínált nekik az, hogy megnézzék, hogy éppen mi van fönt az égen, és abból ki tudják számolni, hogy mikor történnek ezek a dolgok. Persze a dolgot aztán nyilván túl általánosították, nem csak a Nílus áradása. Hát ha a csillagokból ki lehet olvasni, hogy mikor árad a Nílus, akkor biztos azt is ki lehet olvasni, hogy fölvesznek-e jövő hónapban a munkahelyemre. Hát ugye ez már kicsit túlzás. Szóval igen, nyilván nem hiszek az asztrológiában, de őszintén szóval meg tudom érteni, hogy ez annak idején hogy alakult ki. Amit nem értek, az, hogy tartja magát ennyire makacsul mostanában is. Szerintem az egyik legnagyobb ellentmondás az asztrológiában, legalábbis számomra, az pont a csillagjegyek beosztásán alapul. Naptól napig tart minden csillagjegy, ugyanannyi napig, és ha fölnézünk az égre, akkor azért a különböző csillagjegyek azok nem ugyanolyan nagyságúak az eget nézve, értitek? Tehát, hogy nem lehet így felosztani egyenlő, nem tudom, 30 napos periódusokra, értitek? Tehát, hogy... Hát figyelj, de főleg, hogy nem is reális már, mert igazából ugye azt mondják, hogy mit tudom én a Skorpió jegybe születtem, az nem azt jelenti, hogy jelen pillanatban 2021-ben a Skorpió csillagkép bármi érdekes dolgot csinál az égen akkor, mert már még ha ennek valaha volt is egyébként értelme, azt hiszem volt, de az már biztos, hogy azóta nagyon sokkal elcsúszott. Én értem, hogy mire gondoltál. Ugye itt azt kell mindig figyelembe venni itt a hónapoknál, hogy most mérleg van, most Skorpió, nyilas, hogy ugye van a 12 állatövi csillagjegy, illetve csillagkép, a 12 állatövi csillagkép az égbolton, amik nagyjából ugye az ekliptikán, tehát azon a vonalon vannak, amin a nap látszólagosan mozog. És ugye az adott hónapban mindig abban a csillagképben járunk, tehát hogyha mondjuk augusztusban van ugye az oroszlán, ez azt jelenti, hogy akkor abban a hónapban a nap éppen az oroszlán csillagképen halad át. Na most itt a csillagképnél nem csak magát a csillagképet kell szó szerint érteni, tehát nem csak azt az adott csillagoknak a halmazát és a ugye, hogyha képzeletben összekötjük a csillagoknak a vonalait, és mondjuk kijön az oroszlánnak a képe, biztos láttatok már ilyen ábrázolásokat, hanem magához a csillagképhez tartozik egy terület is. Tehát még az oroszlán körül van egy nagyobb terület, ami ahhoz a csillagképhez tartozik, és akkor ezeknek a csillagképeknek megvan a határa. Na most általában ez a 12 állatövi jegy, ennek a határa nagyjából egyforma, tehát ezek nagyjából, tényleg nagyjából egyenlő vannak behatárolva, pontosan azért, hogy meglegyen ez az egy hónapos ideje a napnak, amíg annak a csillagképnek a területén végighalad. A másik érdekesség, hogy amúgy nem 12 állatövi jegy van, hanem 13, a harmad az az Ophiuchus, a kígyótartó, csak ugye az nincs bent a, hát úgymond a horoszkópban, illetve hát konkrétan nincs bent, mert hogy ugye 12 hónap van egy évben, de amúgy 13 állatövi jegy van. De most mennyire lehet tudományos dolog, mert hogy egyébként akik hisznek nagyon elvakultan az asztrológiában, azok azt mondják, hogy hát ugye ez tudomány, hát ez írtó tudományos, miközben ilyen kaotikus rendszerek vannak, hogy hát nagyjából egyenlő nagyságú ezek a területek, és akkor föl lehet osztani 12-re, de igazából 13 van, csak a 13. az nem fér bele, mert 12 hónap, miközben az asztrológusok azt állítják, hogy ugye úgy tudnak személyre szabott ilyen, nem tudom, hogy mondják, ilyen kimutatást készíteni, hogyha te megmondod persze pontosan a születésednek az időpontját, vagy más asztrológusok azt mondják, hogy a fogantatás időpontját kell persze pontosan megmondani. Tehát, hogy azért ez azért írtó tudománytalan, tehát ennyire földobok egy, nem tudom, egy kavicsot az égbe, és várom, hogyha leessen, akkor tojás legyen. Tehát, hogy körülbelül ekkora bizonytalanság. Igen, ebben a dologban. Abszolút igazad van.
Persze, ugye szerintem itt nincs vita köztünk, csak most próbálok azért még valamit hozzátenni, hogy egyrészt az asztrológia védelmében, most Ádám előhozott, hogy a csillagképeknek más a mérete, hát azért ugye az úgy van, hogy persze van 88 csillagkép, ha jól tudom, és ugye hát ezeknek a határvonalait vonalzóval megszerkesztette valamikor a Nemzetközi Csillagászati Unió, tehát most igazából most az egy kukacos kérdés, hogy most a modern csillagkép határok hol húzódnak, az ugye ez egy más kérdés, és egy kicsit fair, nem volna túl fair az asztrológus közösséggel szemben, hogy ilyesmivel támadnánk őket. Viszont az igaz, hogy azt még hozzá kívánkozik ahhoz, amit már így röviden utaltam rá, amit Claudia mondott, hogy ugye az van, hogy a nap, ugye elvileg az, hogy a nap éppen melyik állatövi csillagképben áll, az határozza meg, hogy éppen mi van. Na most ugye ez valaha így is lehetett, erre mondom, hogy ez több ezer éve találták ki, hogy melyik időszakhoz, melyik csillagképet passzintják. Valóban azonban a Földnek a pályája a nap körül az úgy változik, és évezredek alatt azért ennek vannak olyan hatásai, hogy jelenleg egyébként már egyáltalán nem is igaz. Tehát, hogyha megnézitek például, hogy éppen abban a hónapban, amiben mi ti születtetek, abban konkrétan melyik csillagképben áll a nap, akkor tuti, hogy nem azt fogjátok találni, amit az asztrológusok hirdetnek, és nem csak azért, mert a kígyótartó csillagkép be lett vezetve a rendszerbe, hanem azért, mert az eltelt néhány ezer évben ezek a dolgok, ugye ezt babiloniak találták ki az első körben, meg aztán a görögök mindenkik átvették, de ez egy elcsúszott, és én mondtam, hogy engem, mivel hogy november elején születtem, ezért engem skorpiónak szoktak tekinteni, de hát valójában egyébként, hogyha jól látom, most direkt megnéztem most ennek köszönhetően, tehát hogy október 30-a és november 23-a között úgy egyébként a mérleg csillagképben tartózkodik jelen pillanatban a nap. Tehát, hogy igazából az a vicc, hogy ezek a nagyon pontos, mondta, hogy nagyon pontos számításokat végeznek, hogy aszcendens számítás, és majd mindjárt kikérdezzük Claudiát, hogy kell ezt csinálni, mert ugye na, igen, hát jó, hát arra való a középiskola, hogy az ember mindent akkor próbáljon ki. Igaz, hogy a Séf bácsi szerint ez az egyetem, ugye? Miklós egyik kezével ad, a másikkal elvesz. No. Na, de most komolyan. Szóval szerintem van baj, igen, a kaotikus dolgokban tök igazad van, de engem érdekel, hogy tud például az megmaradni, tehát például miért nem érdekli egy asztrológust, hogyha tényleg azt mondja, hogy tényleg attól függ, tehát nem csak időbeli egybeesésről van szó, amivel én próbáltam őket mentegetni, hanem tényleg azt mondja, hogy annak van hatása, hogy a nap éppen hol áll, akkor miért nem veszik ezt ők figyelembe? Tehát, hogy miért ragaszkodnak például ahhoz, hogy a csillagkép elnevezések úgy maradjanak, ahogy azok több ezer évvel ezelőtt voltak, és nem követik le az azóta eltelt égi változásokat. Ez nem áll össze. Na, aszcendenset különben úgy kell számolni, hogy ugye, tehát van az asztrológiához, ugye az alapdolog az a születési hónap, nap. A kínai horoszkópnál ott ugye számít az év is. Az aszcendensnél időpont, tehát az óra percet is hozzá kell még adni, és akkor az fogja az aszcendensedet megadni. Hát nyilván... De ennek van egy képlete? Vagy egy program, ami ezt kiszámolja? Hogy kell ezt kiszámolni? Google. Hát akkor mit írjak be ahhoz, hogy megmondja az aszcendensemet a Google? Figyelj, semmi, beírod a Google-ba, hogy aszcendens számítás, ki fog adni 10 millió meg egy oldalt, hogy kalkulátor, és akkor most én itt mindjárt a legelsőre rákattintottam, itt be kell írni az évet, a hónapot, a napot, be kell írni az időpontot, óra, perc, meg kell adni, hogy hol vagy, és ennyi. És akkor ő majd kikapcsolja. Én most megmondom, beállítom. Na, figyelj, percre pontosan. Percre pontosan. Aha, igen. Nekem elő kellett venni az anyakönyvi kivonatom. De figyelj, mert ő tudja, ő az, aki szerkeszteti a parallaxis. Fölhívni anyámat. Az Ádám szerkeszti a Parallaxis Facebook oldalt, persze nem mi is nyilván, de hogy ő aki hát ugye a szabályrendszert ugye elénk tárja, és hát ebből biztosan gondolom, hogy az Ádám az vagy ötre, vagy nullára végződő perc
időpontban kellett, hogy szülessen. Mert neki annyira fontos, hogy minden poszt vagy tízzel, vagy legalább öttel osztható időpontban menjen ki. 11.50, jaj. 50, na tessék, látod? Így, pedig nem is tudtam, mi az asszendense, de megjósoltam visszamenőleg, hogy 50-kor születik. De várjál, én az Ádámnál azon gondolkodom, hogy mi lehet a horoszkópja, de most az Ádám nem mondja ezt meg, majd mindjárt tippelek, és én azt mondom, hogy szerintem vízöntő. Na, elmondom az ascendensemet először, jó? Nekem rák az ascendensem. Micsoda? Rák. Rák, és amúgy kos vagyok. Április 3. Na jó, most akkor megosztod, hogy mikor születtél, mert akkor megmondom, hogy mi az igazi csillagjegyed. Ki, nekem? Most igen. Mondtam. De, nem, de az nem, az ne, nem, nem, most magyaráztam el, hogy már másképp van. A születési idődet hozd meg. Ja, 1985, április 3. Április 3, akkor kérlek szépen, valójában te, akkor te most halak vagy. Hoppa. Igazából. Tehát az általunk update-elt modern parallaxis asztrológia. Hú, ez úgy hangzik egyébként, mintha valami lenne. Parallaxis asztrológia. Figyelj. Szóval a modern parallaxis asztrológiában te már halak vagy. Vizes jegy. Pedig minden kos jellemző szerintem megvan. Na, látod? Na de látod, én meg mondtam, hogy én vizes jegy, igen. Mert én vizöntőt tippeltem, mert a vizöntőknek vannak ilyen kicsit olyan, mint az Ádám, és akkor azért a vizes jegyet így betaláltam az eredeti számítások alapján. Na figyeljetek, javaslok egy tesztet, mert hogy ugye, ahogy én, nekem a fixa ideám, hogyha tényleg, hogy igazából elképzelhető, hogy mit tudom én, a nyári gyerekek másmilyenek alkatilag, mint a téli gyerekek. Hát ilyet például el tudok fogadni, persze tök mindegy igazából, mondom, ez a csillagoktól független, mert oké, sok mindennek van egy éves periódusa, az évszakoknak is. Kis baba, amikor kinéz az ablakon, nem mindegy, hogy azt látja, hogy tök sötét van, vagy hogy süt a nap például. Most akkor vajon a déli féltekén született emberek, akiknek fordítva vannak az évszakok, tehát akik ugye nyáron karácsonyoznak például Ausztráliában, meg ilyenek, ugye, mert hát ott a december egy nyári hónap, hogy vajon ott kimutatható-e, hogy azok az emberek fordítva hozzák az általános tulajdonságukat? Mert hogyha kimutatható, akkor azzal egyúttal bizonyítjuk, hogy ez ugye évszakos változással ugyan összefügg, de semmi köze a csillagos éghez. Miklós, itt az Ig Nobel-díjas kutatás. Na, annyi ilyen van, és egyébként múltkor kértük a hallgatókat, hogy írjanak be nekünk Ig Nobel-díjas kutatást, és azért nem mondhatni, hogy szétrobbant az e-mail fiókunk. De azért most jó, azért mégiscsak megéri ide járni, mert jönnek itt jó ötletek. Na most viszont én nekem meg lenne egy olyan kérdésem, hogy elvileg ti nem tudjátok, hogy nekem mi a horoszkópom, de vajon meg tudjátok-e tippelni? Ez az a baj, hogy én még a klisékkel se vagyok tisztában, tehát... Bárja, meg kell néznem a listát, hogy mik igen, vannak. Igen, tehát én nem tudom, hogy például mit tudom én egy tipikus mérlegnek milyennek kéne. Te oroszlán vagy. Ugyan nem? De például most pont a Miki ráhibázott a tipikus mérlegnél. Na, annak ellenére, hogy nem tudom, hogy milyen a tipikus mérleg. Na. Annak ellenére, hogy nem tudod, hogy milyen egy tipikus mérleg. Igen. Ilyen. Na, jó, oké. Okay. De amúgy igenis... Én tudom, hogy ma van a műsorfelvétel, nem? Ma van a műsorfelvétel, ma van a műsorfelvétel, nem? Ma van ilyen a tipikus mérleg. Igen. A feledékeny plusz a karácsonyfa. Tehát ez nem tudom, mennyire látszik, de ugye a mérleg szeret harsány, és színesen öltözködni mindenféle csili-vili fülbevalókkal, és hasonló, már ugye a lányok, nyilván a fiúk azok nem, bárki tudja, tehát a karácsonyfa típus. Miklós szeme felcsillant, ki is gombolta a felső ingombját. Na de akkor most már mielőtt teljesen tényleg lesüllyedünk egy ilyen, itt tudom én, egy ilyen asztrológiai reggeli műsorba, ami egyébként én imádom, tehát én lubickolok ebben, ami itt történik, de azért ugye mégiscsak tudomány és fantasztikum. Tehát azt próbáljuk meg szerintem megfejteni, hogy mikor vált szét a kettő. Mert ugye, amit mondtam, ugye tényleg a papok, akik
annak idején ugye csillagjósokként funkcionáltak ezekben az ókori civilizációkban, ők nyilván azért kapták meg a felhatalmazásukat, mert tényleg tudtak ilyen fantasztikus trükköket, hogy nézték az eget, és meg tudták mondani, hogy jövő héten áradni fog a Nílus, és tényleg árad. Sőt, olyanokra is képesek voltak, hogy megmondták, hogy mikor kell akkor elvetni a magokat. Sőt, olyanra, és akkor még egy csomó nagyon hasznos dolgot felfedeztek, napfogyatkozásokat tudtak előrejelezni, és meg tudták ettől menteni az embereket, ugye? Hiszen a napfogyatkozás az ugye az, amikor a hold eltakarja a napot, ugye? De hát azt ugye a régi kínaiak azt mondták, hogy egy sárkány felfalja a napot. Hogy hát képzeld, hát ez fantasztikus, ugye? De biztos ismered a sztorit, csak nagyon jól ad, vagy Unterman, ugye? Tehát, hogy az van, hogy a kínaiaknál a régi, a Xinchi Huang az első császár korában, de tehát az első dinasztia korában volt állítólag ez a történet, hogy ugye a papok ugye előrejelezték a napfogyatkozást azért, hogy meg tudják csinálni a kiengesztelő áldozat bemutató rítust, mert hogyha nem engesztelik ki azt a sárkányt, akkor ugye nem örökké sötétség marad, mondták. Ugye a papok nem voltak hülyék. Tehát valószínűleg rájöttek, hogy oké, most előre tudjuk jelezni azt, hogy mit tudom én, 2-3 percre besötétedik, hozzunk már ki ebből valamit, srácok, nem? Tehát, hogy akkor gondolták, hogy milyen hasznot fog ezt nekünk hajtani. És akkor mondták, hogy figyelj, szerintem mondjuk nekik azt, hogyha mit tudom én, itt egy csomó kecske, vagy mit tudom én, fel kell áldozni, és akkor azt majd utána jól megesszük, meg eleve a nép az félelemmel, vegyes tisztelettel fog ránk tekinteni, és hát akkor tök jó, és akkor azt mondjuk, hogy sikerült az áldozat, és akkor mit ad Isten, tényleg 2 perc múlva úgymond a sárkány kiköpi a napot, és akkor megint jön a fény. Most ez tök jól működött, ugye egészen addig, amíg vissza erre nem fordult a dolog, mert ugye a császárnak az egyik csillagásza, a királyi csillagász, vagy császári kínai Astronomer Royale-nak a korabeli verziója, ugye elfelejtette előre jelezni a napfogyatkozást. És hát ugye ezért aztán nem tudtak megfelelően felkészülni a rituáléra. Úgyhogy csak a szerencsém múlt egyébként, hogy 2,5 perc után a sárkány valóban kiköpte a napot, de szegény csillagásznak ezek után persze meg kellett halnia, mert óriási veszélybe sodorta az egész civilizációt. Szóval ugye néha ez visszaüt, de hát innentől kezdve egészen a 17. századig, hát ugye a madástól is tudjuk, meg a madácson kívülről is, ugye, hogy hát ugye Kepler az szegénykém, ugye, hát őt asztrológusként alkalmazta a második Rudolf, ugye, Habsburg császár Prágában. Tehát, hogy oké, hogy ő itt okos gyerek volt, meg felfedezte a naprendszerben a bolygók mozgás törvényeit, meg ilyesmi, de nehogy azt higgyétek, hogy ő azért kapta a fizetését. Neki rendesen szállítani kellett a jóslatokat második Rudolfnak. Most az a kérdés, hogy ezt ő vajon mennyire lelkiismeretesen csinálta, vagy tehát úgy szeretjük gondolni, hogy ő ezekben a dolgokban egyáltalán nem hit, de hát a fene se tudja. Tehát igen, pont ez kezd érdekelni, hogy mikor történt az, amikor úgy elkezdett nagyon élesen szétválni. Én azt tippelném, hogy valahogy pont a 17. században, de nem biztos. De az volt az ötlet lényegében tényleg, hogy ezek az emberek a Nílus áradását, meg azt, hogy mikor jön a nyár, meg hogy mikor kell vetni, aratni, ezt ilyen jól előre tudták jelezni, akkor biztos mást is előre tudnak jelezni. És akkor ebből lett, nem? Igen, szerintem én ezzel valamennyire egyet tudok érteni, hogy tényleg elkezdték ezek az ősi népek ezeket a természeti dolgokat előrejelezni a természeti dolgokból, és aztán elkezdtek azzal foglalkozni, ugye, hogyha belegondolunk, minden emberben benne van az a természetes érdeklődés, ez most így érdekes lesz ez a mondat, hogy a természetes érdeklődés a természet feletti iránt. Tehát tényleg a legtöbb ember az valahogy a természet felettihez szeretne kapcsolódni, akár ezotéria útján, akár mondjuk a bármilyen, mondjuk ilyen UFO hívők, akár ugye a különböző vallásokat, ha megnézzük, és tulajdonképpen az embernek ez a vágya a természet feletti iránt, ez adta ezt, hogy,
hogy akkor vajon mi lehet az embernek a sorsa. És ugye itt van a másik, amiben szintén a vallásoknak ugye sok a, úgymond a kapcsolódási pont, hogy ugye ott is az ember sorsa valamelyest meg van határozva. Tehát ugye a keresztény vallásoknál is, hogyha a különböző felekezeteket nézzük, ugye katolikus vallásban ott mondjuk szabad akarat van, de például protestáns vallásoknál már ugye előfordul a predestináció, ugye az eleve elrendelés. Tehát az embert, itt csak arra akarok rámutatni, hogy az embert érdekli a sorsa, érdekli az, hogy ő miért olyan életet kapott, amit kapott, és ezt valahogy megpróbálja megmagyarázni. És nyilván erre a horoszkóp, bármekkora a hülyeség is, egy nagyon jó érvelés, hogy hú, hát én nekem most azért van bal szerencsém, mert mit tudom én, éppen a Jupiter az most úgy áll az égen, és az én rám nézve most bal szerencsét hoz. Tehát itt az a lényeg, hogy valahogy a saját életének a kis mozzanatait megpróbálja ezekkel a dolgokkal, amik ugye egyáltalán nem törvényszerűek, hiszen tudományosan nem bizonyítottak, de mégis megpróbálja megmagyarázni, mert hisz benne, és ez a másik fontos, hogy a legtöbb embernek szüksége van arra, hogy valamilyen természet feletti dologban higgyen, és ugye ez legyen megint akár vallás, akár földönkívüliek, bármi, valamiben az ember hisz. Tehát szerintem nincs olyan ember, aki ne hinne valamiben, még hogyha azt mondja is magáról, hogy ő aztán abszolút nem hisz semmilyen ilyen dologban, biztos, hogy van valami olyan dolog, mert egyszerűen az ember már az ősidőktől kezdve ilyen volt. Hát ilyen volt a kérdés, meg az, hogy miért, meg hogy, és az már egy tényleg egy igen hátborzongató kérdés, hogy ez miért mindig az ég, miért olyan fontos ezekben az ezoterikus dolgainkban az ég? Mert ha megnézitek mitológiában, és akkor egy csomószor az van, hogy az égből jön a válasz. Tehát konkrétan a csillagos égben. Ugye a sorsod a csillagokban van megírva. Miért nem a faévgyűrűben, vagy mit tudom én? Tehát, hogy ugye érdekes dolog, hogy azt tudjuk, hogy nagyon sok a régi népek rengeteg mindenből jósoltak, hogy például, mit tudom én, a kávézacból, de hogy az csontból, ugye? Ez egy dolog. Vagy tenyérjóslás, ugye? Tehát tenyérjóslás. Tehát annyi mindenből lehet jósolni, és jósolnak is, tehát léteznek ilyen praktikák, rengeteg mindenből jósolnak. De hogy valahogy ezekben a transzcendens dolgokban, az örökkévalóság iránti vágyakozásunkban mindig egy hangsúlyos szerepet kap az égbolt, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért van így. Ez tök érdekes. Azért, mert, és itt most gondolkodjunk ilyen ősember, meg ősi civilizációk fejével, mert messze van, nem lehet megmagyarázni, ugye még egyszer mondom, ősi civilizációk fejével gondolkodunk, még nem jöttek rá az égi mechanika rejtelmeire, misztikus, és az ő számukra elérhetetlen volt. Igen, de ez is kell, hogy és még ennek ellenére viszont mégis, ha bár nem megérthető, de kiszámítható, mert arra viszont elég hamar rájöttek, és az tényleg nem véletlen, hogy a fizika is aztán az égi mechanikában alakult ki. Tehát, hogy ugye a Kepler, amikor leírta a maga törvényeit, ami aztán Newtont rávezette arra, hogy megcsinálja a gravitáció törvényt, azok nem az időjárást, vagy a növények növekedését, vagy a kémiai reakciókat, vagy a mit tudom én miféle, vagy az emberi viselkedést vették górcső alá, hanem azért pont az eget, mert ott volt, mert azok igazából a legegyszerűbb és legjobban megjósolható fizikai rendszerek a világon. Tehát, hogy ez a szép az egészben, hogy bár elérhetetlen volt, de mégis, mint egy óra mutató ment az égen, ugye felismerték, hogy vannak ezek a bolygó csillagok, vagy bolygók, ugye, amik ott mozognak a többi háttércsillag előtt, és azok úgy nagyjából egyenletesen mendegélnek az égen. És úgy lehetett tudni, hogy hát ma itt láttam, de akkor holnap ott fogom látni, és amott, és ma erre kelt föl a nap, és akkor holnap egy picit arrébb fog felkelni a nap, és akkor ezt le lehetett tenni egy követ oda, és Stonehenge-et építeni, meg minden. Tehát ez volt szerintem az emberiség első találkozása egy iszonyatosan szabályos és előrejelezhető rendszerrel. És valahogy visszavetítjük bele azt a vágyunkat, hogy bárcsak a mi életünk is ilyen szabályos és előrejelezhető lenne. Hogy az én születésemből
lehetne tudni, hogy most mi fog velem történni, meg hogy fogok meghalni. De persze az emberek is tapasztalták, hogy a Földön nem olyan előrejelezhetők a dolgok, mint az égen. Tehát, hogy valahogy szembesülniük kellett ezzel. De szerintem igazad van abban, hogy ez a távoli és elérhetetlen dolog, hogy oda minden belefér, mert oda soha nem tudunk eljutni, és el se tudjuk képzelni, ez egy más világ, de közben milyen fantasztikus, hogy mégis, ami ott történik, azt jobban ki tudom számolni, mint ami ide lent történik. Szerintetek mikor ment el egy ilyen bolondéria irányba ez az egész asztrológia dolog? Századokkal ezelőtt, vagy mondjuk ez egy ilyen újkori dolog, amikor tulajdonképpen horoszkóp generátor programok ontják az ilyen különböző oldalakra a horoszkópokat, és az emberek túl nagy következtetéseket akarnak levonni talán ezekből. Én azt mondanám, hogy igazából ez már annak idején, tehát amikor az asztrológia mint olyan kialakult, már akkor elment, de ugye akkor leginkább úgymond csak úri hisztéria volt, hiszen a legfontosabb magas rangú személyeknek a horoszkópiát kellett ugye például ezeknek az udvari csillagászoknak ugye meg elkészíteni, és ugye, hogy az ember tragédiájában is írta a madás, ugye csak szépet és csak jó, tehát azért azt nem lehetett írni a frissen megszületett hercegecskéről, hogy mit tudom én, gonosz lesz, vagy hogy éppen 30 éves korában meg fog halni, vagy hasonlókat. De hát ezt amúgy ugye sem tudnák, tehát hogy érted, mit mondod? Nyilván csak most próbálok túlozni. Jön a Mars, nem fog tudni aludni. Vagy valamilyen Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez már akkor is megvolt, és el voltak úgymond ettől szállva az emberek, de ugye akkor ez még csak egy úgymond egy úri hisztéria volt, viszont ugye ahogy bejött egyre inkább a globális világ, és bejött az internet, és tényleg ma már az interneten keresztül bármilyen ilyen dolgot elérhetünk egyetlen kattintással, és ugye úgymond ez mindenki számára hozzáférhetővé vált, ezért ez inkább mára már csak súlyosbodott. És ugye sajnos látjuk azt, hogy amíg a tudósoknak ma is olyan tényeket kell bizonyítaniuk, hogy a Föld nem lapos, és hogy az emberek igenis jártak a Holdon, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy rengeteg olyan ember van, aki igenis hisz az ilyen dolgokban. Igen, hát az biztos, hogy a modern, hogy mondjam, postmodern, New Age, tehát ez a New Age kultúrkörében itt nagyon visszajött. Szerintem ez már nagyon elhalványulóban volt egyébként úgy globálisan a 60-as évek előtt. Tehát most majd a történész hallgatók, olvasók, majd akik erre a korszakra, a New Age-re vannak specializálódva, azok majd írhatnak felháborodott leveleket. Nekem az az összbenyomásom, hogyha például azt nézzük, hogy a nyugati civilizációban, mert most nyilván arról beszélek, asztrológia a újságokban, mondjuk magazinokban, csillag, jóslás, vagy hívják ezeket, horoszkópok azok milyen gyakran jelentek meg mikor, akkor így láthatatlanban azt mondom, hogy ez valahogy a 60-as évek végén, 70-es években kezdett el igazán fölszökni, és szerintem most talán egy kicsit, nem tudom, mert az internet persze nagyon torzít minden megfigyelést, de én azt hiszem, mostanában nincs olyan nagy korszaka a horoszkópnak, mint hogy egyébként az UFO-nak sincs. Én úgy tapasztalom, most lehet, hogy azért meg kinőttem, de például, nem tudom, például a lapos föld, meg különböző összeesküvés elméletek, holdra szállás tagadás, akármi tagadás, azok ugye persze virágkorukat élik, tehát az sokkal jobban pörögnek, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, de speciál az asztrológia, nem tudom, hogy van-e erről közvetlen tapasztalatok, mint hogyha most annyira nem lenne divatban. Ezt rosszul gondolom? Az előfordulhat különben, viszont hadd reflektáljak a mondani valódnak az elejére, ugye, hogy mikor kezdett el újra fellendülni ez az egész asztrológia. És ugye a New Age 60-as, 70-es évek, na most én megkockáztatnék egy olyan kijelentést, hogy a maga az Apolló korszak is
akármennyire is tudományos volt, illetve ugye nyilván a hippi korszak, hát ez meg ugye mindenképpen, de ugye kettő ez nagyjából együtt járt, egymással lehetett, igen, egyszerre történt, hogy az Apollo korszak és a holdra szállás is szerintem valamennyire fellendítette magát az asztrológiát, már csak azért is, mert a holddal kapcsolatos rengeteg olyan dolog van, asztrológiai dolog, amik azok talán a legismertebbek és legnépszerűbbek, természetesen azért, mert a hold van hozzánk a legközelebb. Meg annak nyilvánvalóan, tehát ez egy hihető hatás, hogy mondjuk szokták mondani, hogyha nagy teli hold van, akkor az ember rosszul alszik. És egyébként pontosan. Szerintem mindenki van azzal így, hogy rosszul alszok, kinézek, és hát teli hold van. Nyilván nagy számok törvénye véletlen, és egy csomó minden közrejátszik, és most én speciál nem tudom, hogy a hold fénynek, vagy ennek mi hatása van az emberre, de nyilvánvaló, hogy egy ilyen közeli égitest, ami árapály erőt fejt ki, és hatása van a bolygónkra is, nyilván ránk is hatással van. Na most képzeld el, Ádám, hogy tök durva, hogy tényleg ugye nagyon sok ember állítja azt, hogyha teli hold van, akkor nem tud aludni, és nem feltétlenül azért, mert fényt, ugye a napnak a fényét erőteljesen visszaveri, de tök durva, hogy nyilván azt tudjuk, hogy a holdnak van ugye egy gravitációs hatása, árapály jelenség, stb., de tök durva, hogy vizsgálják a tudósok, hogy a holdnak van-e az emberre hatása, és nem tudták azt bebizonyítani, hogy tényleg lenne. Tehát nagyon durva, mert ezt nem tudják bebizonyítani, hogy tényleg a hold, illetve a hold által okozott árapály jelenség, az hatással lehet-e az emberi szervezetre, miközben rengetegen állítják, hogy tele holdkor nem tudnak aludni. Ugye szerintem, igen, várjatok, szóval azért itt válaszunk kettő valamit, mert ez nem direkt hatás, hanem lehet egy evolúciós hatás. Most mondok egy példát, hogy mit gondolok én. Most, ha már 28 napos ciklusokról beszélünk, és a holdról, akkor nem kerülhetjük el a menstruációt. Véletlene, hogy az emberek menstruációs ciklusa, és annyi minden egyébként a természetben, az pontosan a hold keringési idejével, sőt, inkább a fényváltozásainak idejével, hogy a kettő kicsit más, most ebben nem menjünk bele a különböző hold hónapok definíciójába, de hogy mindegy, szóval a hold fázisokkal van nagyjából időben összeszinkronizálódva. Hogyha két dolgot tennék hozzá, ugye az megfigyelt tapasztalati tény, hogy összezárt emberközösségek, például katonalányok, akik egy barakban vannak nagyon sokáig, ugye meg munkahelyeken is egyébként tapasztalati tény, hogy összeszinkronizálódnak ezek a ciklusok. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nyilvánvaló, hogy tehát egy közösség az össze tud szinkronizálódni, tehát ha elképzelünk egy ősember közösséget, akkor azok nyilván a női tagok mondjuk egy afrikai ősi faluba valószínűleg nem kell ahhoz óriási nagy vagy nem hiszem, hogy az annyira bátor kijelentés lenne, hogy ők össze voltak szinkronizálódva. Kettő, a ragadozó állatok, azok nyilván teli holdkor jól látnak, és ezért például, és akkor ráadásul, még ha még pont, mit tudom én, teli holdra esett volna az, hogy azt a plusz illatanyagot érzik, hogy ott most menstruál 30-40-100 darab nő abban a településben, akkor ugye nyilvánvaló az van, hogy az egy nagyon rossz kombináció lett volna. Ezért nagyon valószínű, és ezt most csak úgy mondom hasból, hogy a természeti népeknél valami olyasmi alakulhatott ki, hogy úgy szinkronizálódnak össze ezek a dolgok, hogy pontosan akkor, amikor új hold van például, tehát amikor sötét van, akkor inkább akkor legyen ez. Vagy pont a teli holdkor, mert akkor az emberek is jobban látták az állatokat, nem tudom. De a lényeg az, hogy ezek így ki tudnak alakulni egyszerűen a kiválasztódás szabályainak megfelelően, hogy hát igen, tehát ez egy olyan viselkedésforma, ami bár nem kifejezetten nem a hold sugárzása, vagy bármi a hold gravitációs hatása okozza, de igenis a hold miatt kialakuló valami viselkedés mintázat, ami ugye nem is tudatosan irányított ez esetben. Tehát ilyet simán lehet, nem? Igen, ezzel teljesen egyetértek, hogy ez gyakorlatilag egyfajta evolúciós emlék, és akkor már még egy kis etimológia, ugye maga a menstruáció is, mert ugye a men előtt tag az a moon szóból származik. Ne, komolyan?
Aztán. De igen, ez így van, de aztán ugye ott van a Monday, ugye az a Moon Day, vagy ugye akár a hónap, a holdnap szavunk. Valóban. Most egyébként ugye az az érdekes, hogy most nézem, hogy ott, ugye ott van a mensis, a latinul ugye hónapot jelent, de hát ugye latinul a luna, na mindegy, nem tudom, én hiszek neked. Viszont tényleg akkor menjünk végig ezeken a napokon, hát ez poén. Ugye egy tisztességes, tisztességes ókori népnél, ugye az angolszászoknál mostanság is, ugye nyilván a legfontosabb égi testtel kezdődik a hét, ami a nap. Tehát ugye angoloknál is ugye máig ugye Sunday a hét első napja, annak ellenére, hogy az a weekendnek a fele, szóval mindegy, hagyjuk, nem mondom, hogy logikus. Ugye zsidó a zsidó pontosan így van ott is. Most én mondom neked, bocsánat. Igen, de ott is ugye az van, hogy tényleg, mert a zsidóknál egyébként nincs a napoknak neve, csak sorszáma. Tehát az egyetlen nap, aminek neve van, az a szombat, az a sabbat. Így van. De ott egyébként a Yom Rishon, vagyis az első nap néven fut a vasárnap. De ugye mindenki másnál úgy kb. Az a Sunday, zontág, ugye. És akkor utána jön valóban a Moon Day, vagyis a Monday, stb. Ugye, és ugye ott vannak persze, amikre nem ismerünk rögtön rá, azok is izék, istennevek, de az istenek azok mindig össze vannak párosítva. Saturday, tudod, ezt felismerjük rögtön, hogy a Saturnus, de... Thursday az ugye az Thor napja, így van, és Freya. Frida napja. Hát ez Freya napja. Az, igen, de hogy ezek is ugye mind bolygók, megfeleltetve a naprendszer égitestjeinek, amiket ismertek akkor, ugye hét égitestet ismertek. Ugye a Föld az nem égitest, úgyhogy ez, ugye a Föld az egy korong, annak nem volt napja. De... Merre kell néznem az égen, hogy lássam a keddet? Na várjatok, mondjátok meg, mi a kedd. De ugye vannak olyan nyelvek, amik tovább segítenek nekünk. Tehát, hogy például, hogyha nézzük meg franciául, ugye? Ott is ugye a Monday az Lundi, a Tuesday az Mardi, ugye? Azt rögtön tudod, hogy az a Marsnak a napja, ugye? És akkor ott ilyen Mercredi, az ugye a Merkur napja. Akkor a kedd a Mars. A kedd a Mars, igen. Hát ez érdekes. Problémát okoz neked? Figyeljetek, még valamit akartam mondani, mert még Claudia mondta, és azóta ez bennem maradt, hogy az uralkodók, hogy az uralkodónak csak izéje, hogy csak szépet és jót szabad írni, de hogy az uralkodók legitimációjához is fontos volt, hogy legyen égi jel, főleg az ókorban. Tehát, hogy a Máté... Mondjuk egy koronázást, vagy valamilyen szertartást így beizőzíteni. Igen, akkor legyen, akkor legyen valami. Igen, tehát, hogy ugye vannak olyan bibliakutatók, vagy ilyen szövegértelmező, klasszika, filológus emberek, akik azt mondják, hogy az a Máté evangéliumában szereplő utalás a betlehemi csillagra, amiről hogy már a Parallaxis podcastban is beszélgettünk arról, hogy mi lehetett a betlehemi csillag, de hogyha kizárólag a krónikás szemszögéből nézzük meg, hogy most nem vitatva azt, hogy az mi volt, vagy hogy volt-e egyáltalán, de hogy egy ilyennek benne kellett lennie egy tisztességes krónikában, az nem kérdés. Mert hogyha megnézitek a korabeli, akár a Julius császárról, akár az Augustusról, meg tehát kb. Mindenkiről, minden valami komolyabb méretű királyról vagy uralkodóról, annak idején bizony égi jel kellett, hogy tudósítson, amikor megszületett. Tehát anélkül, rögtön lehetett tudni, hogy egy komoly csávó született, mert mit tudom én, együtt állt a Szaturnusz, a Marssal, a nem, halak csillagkébe, és akkor az azt jelentette, hogy mit tudom én, ez meg az van. Úgyhogy érdekes, hogy ezeknek van legitimációs és félelemkeltő ereje is, például üstökösök, ugye tudjuk, ugye, hogyha a koldusa vész nem tűn fel üstökös, viszont ugye, amikor az van, hogy valami komoly ember akkor fog meghalni, akkor azt előre jelzi, ugye az ég maga. 1066-os Hastings. Így van, a Hastings, bizony, ugye? És akkor viszont ott is ugye a bolyói falikárpit az egyik első ábrázolása a Héli üstökösnek, ami éppen akkor járt erre, és hát ugye a szegény Harold király az meg is szívta, ugye hódító Vilmosék akkor vették át, tudod, a Norman hódítás, ugye, akkor történt meg, ott az angol szászokat legyőzték. De most ez is egy baromi érdekes kérdés, hogy miért félünk az üstökösöktől? Ez is lehet valami régi emlék?
Nem láttátok az Armageddont? Hát jó, nyilván félünk tőle. Az aszteroid az, nem ugyanaz. De a Deep Impacted, amit szeretsz annyira, az üstökös. Jól van, na. Szóval azért félünk az üstököstől, mert annak ugye a csúvája az kard alakú, tehát az a klasszikus, az a félköréves kard, az a törököknek például a kardja, olyan alakja van, és ugye a kard az ugye nyilván összefonódik a háborúval, a háború meg a rosszal, és ezért félünk az üstököstől. Tehát ez ilyen rossz asszociáció. Jó, de nekem van egy alternatív hipotézisem. De mondjuk az üstökösöket talán régebb óta lehet látni, mint mondjuk az aszteroidákat, mert hogy az ember fölnézett az égre, és akkor azért esetleg látott néha-néha egy üstököst, nem? Persze, az aszteroidákat nem látta senki a 19. század első napjáig, nem látott ember aszteroidát. Viszont engem tényleg az érdekelt, hogy miért, tehát nem értem azt mondjuk, hogy hűha, de érdekes, miért azt mondjuk, hogy ajjaj, mert valaki meg fog halni. Na, és akkor... De ki mondja? Hát most mondom, ez a standard dolog. De hogyha megnézed, igen, megnézed az ókori krónikákat, mindig baljóslatú égi el az üstökös. Mindig valami uralkodónak a halálát jelzi előre. Egyébként érdekes, hogy nem mindig, mert például, jó, azért ez túl általánosítás, például Giotto di Bondone, amikor a kis Jézus születését ábrázolja a festményén, akkor ő, persze akkor is éppen arra járt a héli üstökös, úgyhogy az ihlette meg őt. Ő konkrétan üstökössel jelölte a megszületését is. Ugye nyilván egyébként nem egy üstökös volt a betlehemi csillag, jelenlegi tudásuk szerint, de a lényeg, hogy mégis felmerülhetett, hogy akár egy üstökös egy születési jel is lehet, de általában félelmet keltett az üstökös. És ez egyébként elhúzódott a 19. századig is. Ott is hihetetlen, amikor volt a Halley-nek a közelsége, a legutóbbi előtti közelsége, ugye ez 76-77 évente jön ez az üstökös, akkor ugye nagyon sokan pánikoltak, mert felmerültek ilyen dolgok, hogy amikor az üstökösnek a csúvája keresztül megy a földön, ami ugye megtörténhet, tehát ezzel nincs is semmi baj, de amikor az üstökös csúvája keresztül megy, akkor olyan gázok lesznek a légkörben, hogy mind meghalunk. Tehát, hogy tényleg ilyen korabeli apokalipszis jóslatok is felmerültek. Szerintem, és... én tudom a megfejtést, miatt befejezed, én tudom a megfejtést. Szerintem én is az tudom. Vagy az a megfejtés, ezt lehet, hogy kivágom, csak azért mondom itt el. Mert az a megfejtés, hogy ez egy mély evolúciós emlék a dino kihalása. Ja. Jó, hát én majdnem és ezt akartam mondani. És az akkor életben maradt emlősök. Tényleg? Nem ezt akartam mondani, de egy nagyon hasonlót, amiről emlékszel, a mély történelmes adásunkban volt szó, hogy ugye volt ez a Younger Dryas nevű átmeneti lehűléssel járó kor, ami 12.800 éve történt, amikor Európában és Ázsiában hirtelen nagyon erős lehűlés következett be, tehát lényegében befagyott az Atlanti-óceán tekintélyes része, és ezt nagyon sokan összefüggésbe hozzák üstökös becsapódással. Na most 12, tehát hogy nem akkora, hogy kihalt volna a fél emberiség, vagy ilyesmi, vagy a dínók, ugye azok már nem voltak, de hogy 12.800 évvel ezelőtt azért már léteztek egyébként kőkori kultúrák, Amerikában is, Európában is, és hát ugye egyáltalán nem kizárható, hogy tényleg egy evolúciós emlék, csak nem annyira régi, mint hogy a dínókorunk, vagy a cickánykorunk, dínók lábainál rohangáló cickánykorunkból emlékeznénk rá, de az egyáltalán nem tűnik szerintem marhaságnak, hogy a 12.800 évvel ezelőtti klímaváltozás miatt emlékszünk rá, amit könnyen lehet, hogy tényleg egy üstökös. Tehát tény, hogy akkor csapódott be üstökös, csak az nem biztos, hogy a kettő az hogy függ össze. De nem is kell, hogy összefüggjön, elég az időbeli egybeesés. Tehát lehet, hogy az akkori emberek látták, hogy úristen, jön egy üstökös, tényleg ránk esett, tényleg, mi történik akkor? Ugye felkerül egy csomó por a levegőbe, és elsötétedik napokra, vagy hetekre, vagy hónapokra a föld. Vagy bizonyos értelemben még évekig is eltarthat, mire teljesen kitisztul az atmoszféra. Meg ilyen dolgok, és közben lehűlés, befagy, és mit tudom én. Szóval azért az csúnya történet lehetett, és szerintem emiatt van bennünk egy ilyen ősi üstökös félelem. Na, befejeztem, mert ez már majdnem olyan, mintha asztrológiáznék. Jó, hát nektek egyébként van olyan ismerősötök a környezetetekben, aki nagyon nyomja ezt az asztrológia vonalat? Hát, hogy viselitek? Nekem úgy kifejezetten nincs, vagy ha van, akkor nem tudok róla,
Sajnos, ahol tanítok, ott vannak ilyen kolléganők, ami azért nem feltétlenül jó, mert ezt a gyerekeknek ő előadja, és mondjuk jön hozzám a gyerek, és akkor hát össze van zavarodva, mert ugye ráadásul még pici, tehát ugye alsós, és akkor ugye még minden információt beszív, de azért mondjuk érzi már, hogy mi az, ami mondjuk fura, és akkor volt már ilyen, hogy jöttek a gyerekek, és akkor tőlem kértek magyarázatot, mert így nem értették, hogy tehát, hogy érezték, hogy ott valami sántít, és akkor ugye ilyenkor ebben az a nehéz, hogy én hogy adjam elő úgy, hogy a saját osztályfőnöküket ne járassam le a gyerekek előtt, mert hát azért az mégiscsak fontos, hogy nyilván az osztályfőnöknek legyen egy tekintélye. És akkor ilyenkor mindig nekem ez így nehéz feladat, hogy most ezt hogy magyarázzam úgy meg, hogy szegény kolléganőt se bántsam meg ne sérüljön az ő hát pozíciója. Nem pont az van, hogy tulajdonképpen egy iskolában, ha ez helyesen van kezelve, most nem konkrétan a te példádról beszélek, de általában, hogy amúgy jó, ha a gyerekek megismerkednek más állásponttal, de nyilván az információk teljes tudatában, tehát hogy azért erre nincsen semmi bizonyíték, tehát nem baj, azt mondjuk, hogy vannak lapos földhívők, és olyanok, akik azt hiszik, hogy lapos a föld, csak erre nincs bizonyíték, meg pont az ellenkezője, mert tulajdonképpen hát igen, a saját szemünkkel láthatjuk, hogy nem. Igen, mondjuk azt, hogy nem az van, hogy nincs bizonyíték, hanem bizonyítékunk van arról, hogy marhaság. Ugye ez most erősebb dolog. Mert mondjuk az asztrológiáról nincs bizonyítékunk. Tehát... De van bizonyítékunk, hogy az asztrológia nem működik. Hát Dunát lehet rekeszteni. Tehát akik hisztek az asztrológiában, nekik nincs bizonyítékuk, úgy értettem, hogy... Ja, értem. Jó, csak fontos különbséget tenni. Oké, okay. De igen, egyébként... Ja. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Hogyan lehetne behozni ezeket a nézeteket? Vajon megérdemlik-e ugyanazt a kezelést, mint mondjuk a vallások. Ugye a vallásokat mindig tisztelettel közelítjük meg. Vannak, akik azt mondják, hogy ez is egy hiba, tehát az elvakult ateisták azok azt fogják mondani, hogy már pedig nincs helye egyáltalán az iskolában például. Én ezt nem gondolom így egyébként, sőt, fontos, hogy megismerkedjünk ezekkel, és tényleg úgy gondolom, hogy tiszteletre méltó dolog megismerkedni a nagy világvallásoknak a tanáival. Például szerintem ez egy fontos dolog. Meg attól még lehetek ateista, hogy egyébként ja, ismerem. Igen, persze, hát nyilván, persze. De azért ez más helyzet. Viszont visszatérve még a kezdeti kijelentésemre itt a természet felettiben való hitről, lehet, hogy túlzás, amit mondok, de szerintem az, aki tényleg egy nagyon masszív ilyen horoszkóp és asztrológia követő, annak tulajdonképpen lehet ez a vallása idézőjelben, még akkor is, hogyha amúgy ő tényleg valamilyen valláshoz tartozónak vallja magát. Ezt különben nagyon durva, de és ugye asztrológiai vonatkozás például rengeteg van a Bibliában is, hozzáteszem, de hozzáteszem azt, hogy különben nagyon sok olyan, aki asztrológiában hisz, az amúgy hívő ember is, holott ugye a 10 parancs világosan kimondja mindjárt az elején, hogy uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. És ugye, hogyha mondjuk valaki még emellett másban is hisz, az ott már kissé problémás a magának a 10 parancsolatnak a szempontjából, de mégis azt látom, meg hát mivel nekem ugye szakmám szerint azért hitoktató vagyok, de tényleg ebbe belelátok, hogy bizony sok-sok vallásos ember, bármelyik felekezetet nézzük, ők ugyanúgy hisznek a horoszkópban is. Meg egyébként szerintem ez csak ilyen az elnevezés hibája, az asztro szó hibája. Az asztro szó miatt tűnik ez szerintem teljesen legitim tudománynak. Igen, pontosan, és ehhez hadd tegyem hozzá, hogy számtalanszor csillagászati előadásokon számtalanszor jártunk már úgy, hogy oda jöttek hozzánk, és akkor kérték, hogy csináljunk nekik horoszkóp előrejelzést, és sok ember össze is keveri az asztrológiát az asztronómiával. Szóval hát az asztronómia meg az asztrológia azok valójában édes testvérek voltak valaha. Ugye meg is utaltunk is erre, hogy
nem egyszer az asztrológiából kapták ezek az emberek a pénzt, akik aztán megcsinálták a tényleges csillagászatot, lásd Kepler. És egyébként hasonló a viszony, mint az alkímia meg a kémia viszonya, ott meg ugye a szó is ugyanaz, ugye alkímia, ugye az al az csak az arab névelő. Valahogy ezek egytőről fakadtak, csak aztán széjjel váltak, ahogy jöttek a dolgok. Én még arra akartam egy picit reflektálni, hogy szerintem nem szabad amiatt bántani a hívőket, mondjuk keresztény hívőket, nem szabad azt mondani, hogy ők nem, hogy ők a 10 parancsolat ellenében tesznek valamit, mert az ő szemszögükből az asztrológia alig, hanem, ahogy mondtátok is, a tudomány helyét tölti be. Nem az Isten hit helyét, tehát nagyon, nem nagyon találkoztam, rengeteg olyan keresztényel találkoztam például, akik olvasnak horoszkópot, de nem nagyon találkoztam olyannal, aki ezt vallásszerűen űzte, inkább tudományszerűen űzte, és az viszont szerintem nem egy probléma, hát én nagyon sajnálom, de hát egyéről azt is lehetne mondani, hogy az időjárás előrejelzést se nézzük meg, mert benne van a 10 parancsolatban, és tehát inkább az a probléma, hogy ők nem látják a különbséget. Nos, elérkeztünk a műsorunk végéhez, de ha nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból, kattintsatok a parallaxis.emtv.hu oldalra, kövessetek be minket Facebookon, valamint hallgassátok Miklós kozmikus háttérműsorát, a Szokolébresztőt is. Podcastjénk egyaránt elérhetőek SoundCloudon, iTunes-on, Spotify-on, YouTube-on és a Facebookon is. Parallaxissal legközelebb december 23-án jelentkezünk, a témánk pedig a 14. századtól a 19. századig tartó viszonylag hűvös időszak, az úgynevezett kis jégkorszak lesz, és az, hogy miként nyomta rá ez bélyegét az irodalmon át a fehér karácsony általános ábrázolására. Andersen és a kis jégkorszak, tehát december 23-án a Parallaxis Univerzumban. Ivan és Rigál, Klaudia és Vince Miklós nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet, továbbra is kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu